Sziasztok! Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a ma esti beszédem. beszéden. Om Nama Shivaya. Az én nevem Manjin és arról fogok beszélni, hogy miben segített nekem a zen, vagy hogy miben nem. Három hónapja vagyok az eredeti fény templom novíciusa, és ez alatt az idő alatt már sokan megkérdezték, megkérdeztétek tőlem azt, hogy mégis hogy érzem magam, milyen érzés szerzetesnek lenni nálunk, és általában jókor kérdeztétek, úgyhogy azt válaszoltam, hogy olyan érzés, mint a, mint a halnak, amikor végre visszadobták a tóba. Nagyon boldog vagyok, hogy ő Ilyen sok érdekes emberrel dolgozhatok, és ilyen sok különös embert ismertem meg az eltelt hónapok során. Ilyenkor azt, a, azt mondanám, hogy segített nekem ezen, de az a szerencse, hogy most nem tudtok kérdezni, mert most teljesen más véleményem vagyok, ahogy itt kint ülök. Kimondani is ijesztő, hogy napjainkban 7,7 milliárd ember él ezen a földön, még szerencsé, hogy nem 7,7 millió, mert az sokkal ijesztőbb lenne. 7,7 milliárd emberrel ismerkedhetünk meg, hogyha leküzdjük a nyelvi korlátokat, és hogyha mélyebb beszélgetésbe kerülünk velük, akkor általában kiderül, hogy nem tudják, nem tudjuk, hogy mit keresünk itt, nem tudjuk, hogy honnan jöttünk, hogy hol voltunk mielőtt megszülettünk, mi volt akkor, hogy mi itt a feladatunk, és hogy ha meghalunk, akkor hová megyünk. Erre a kérdéskörre különböző hagyományok és vallások, irányzatok mint különböző és különböző válaszokat adtak, ami számomra arra utal, hogy nem tudjuk a pontos választ. Úgy tűnik, hogy az emberiséget a válaszok keresése közben a fejlődése nagy veszélybe sodorta. Az elmúlt 50 évben nyugaton robbanásszerűen megemelkedett a daganatos betegségek, a stresszel kapcsolatos betegségek és a depresszióban szenvedők száma. Annak ellenére, hogy manapság a lakosság nagy részének van saját autója, plazma tévéje, és szinte nem is szükséges kimozdulni a házból, hogyha szeretnénk bevásárolni. Elég pár gomnyomás, és jön a kaja. Mindezek ellenére úgy tűnik, hogy nagy bajban vagyunk. Az emberiség nagy kérdése, nagy problémája már nem a létfenntartásról szól, hanem átment egy sokkal spirituálisabb szintre. Itt már egy spirituális problémát kell megoldani. Úgy tűnik, hogy a probléma már nem a létfenntartásának kérdése, hanem sokkal inkább spirituális jellegű technológia fejlődése iszonyatos teret adott az információ áramlásának, és biztos hallottátok már azt a példát, hogy egy ma, ma élő ember egy hónap alatt körülbelül annyi információt dolgoz fel, mint például egy középkori ember egész élete alatt, miközben a különböző médiák és az internet sorozatosan az orrunk alá dörgöli azt, hogy nem vagyunk elég szépek, nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk szórakoztatóak. Ha egyes közösségi oldalakon nem érsz el a posztjaiddal ezer vagy több lájkot, hogyha nincs legalább 5000 követőd, akkor nem vagy híres, nem vagy szórakoztató, és nem vagy elég menő, akkor talán már nem is számít a szembernek. Az napjainkban az emberek és az általuk tapasztalt uh, szenvedés viszonya egyre bonyolultabbá és bonyolultabbá válik. A Buddha tanítását azzal az igazsággal kezdte, hogy minden ember élete során valamilyen formában biztosan találkozni fog a szenvedéssel, valamilyen formában biztosan szenvedést fog átélni. Ez alatt a szenvedés szó alatt nem feltétlenül kell fizikai fájdalomra és gyötrő kínra gondolnunk, elég, hogyha, elég, hogyha azt megfigyeljük, hogy életünk általában, sőt legtöbbször nem elvárásaink szerint alakul, hogy létezésünk során tapasztalt problémáink, ahogy megoldjuk őket, mindig egyre tovább és tovább szaporodna. A kérdés pedig az, hogy milyen tanítás segíthet. Mi az, amit tehetünk? A legfontosabb dolog, amit ebben a közösségben tanultam, az az, hogy valóban a problémáink megoldásával a problémák csak egyre szaporodnak és szaporodnak, de mindig van választási lehetőségünk. Legalább annyi, hogy választhatunk egy olyan célt, aminek érdekében érdemes megtapasztalni az emberi létszenvedéseit, érdemes az újabb és újabb felkelő problémákat megoldani, és így leélni egy életet. Gyakran kérdezik tőlem azt is, hogy Csongansunimtól, Dokhesunimtól kaptam el valami különleges, titkos tanítást, valami módszert, amit gyakorlok. Most elárulom az én titkos gyakorlatomat. Alapvetően a szerzetesek és a bentlakók minden reggel és minden este gyakorolnak zent. Hogyha az énekléseket bele beleszámítjuk, akkor délben is. Reggel egyszer 40 percet és este is 50 percet. A titkos tanítás, a titkos gyakorlat, az, amit én végzek, pedig az, hogy felmosom a darmatermet, kiporszívózok, feltörlök és portörlök. A zen tanításban nincs semmi különleges. Erről az előző jól se jut eszembe, melynek körülbelül a felénél egy kóreai szerzetesnél látogatott meg minket. Úgy hívják, hogy Chong Won Sunim. Az egész elvonulás alatt egy nagyon nyugodt kisugárzás, egy ilyen, mintha egy fénylő aura vette volna körül. Annak ellenére, hogy neki is alkalmazkodnia kellett a templomi élet szabályaihoz. Látszólag ő ezt valami csodálatos emberfeletti, különleges képességgel vitte végbe, és mikor vége lett az elvonulásnak, oda mentem, hogy megköszönjem neki azt a nyugodt és harmonikus magatartást, Amivel a mi gyakorlatunkat támogatta, mire ő nagy kerek szemekkel meglepettel rám nézett, és azt mondta, tényleg pedig olyan ideges voltam végig. <laughs> szóval azt szoktuk mondani, hogy az ember nincs semmi különleges, de mégis van benne valami különleges, ami engem megfogott, és ezt az utat választottam. Ezek pedig azok a kriptikus és paradox történetek, amelyeket kóvanoknak hívunk és először ilyen történetekkel a Hamuta Buthára című könyvben találkoztam. Ahogy olvastam a könyvet, és kezdett összeállni a kép, lapoztam a következő oldalra, és ahogy olvastam tovább, az addigi kreálmányaim, az addigi ideák, amik kezdtek bennem lerakódni, mindig sorra-sorra összedőltek. És ez így ment a könyv végéig, ami egyrészt nagyon felbosszantott, Másrészt nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Végül itt kötöttem ki ismét ezen a szürke párnán. Nagyon hálás vagyok érte. Szeretném megköszönni a, közös, a közösségnek, hogy eljöttetek ilyen sokan, és együtt gyakoroltunk. A Sivananda Jóga közösségnek pedig Omnama a sivája, és remélem, hogy legközelebb is ilyen szép számban fogunk összegyűlni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!